A Tereprali Világkupa sorozat katari fordulójának egyetlen magyar egysége, az Opel Dakar Team a 11. helyről rajtolt el a verseny 4. napján. Szalai Balázsék a rövidített szakaszt 1 óra 14 perc és 46 másodperc alatt teljesítették, ami az 5. helyre volt elegendő. Egy nagyon jó szakasz volt, én a mai napot nagyon élveztem, tényleg végre nem tévedtünk el, tudtunk jönni, úgyhogy nagyon jó nap volt. Egymás segítve működik csak ez a dolog. Jó csapatmunka volt, én azt gondolom, hogy ez volt a titka. Egyébként borzasztó nagy szerencsefaktor van egyébként, én azt gondolom, hogy tényleg egy jó meglátás, pont kiadja, nem adja ki. Ez pont olyan úgy lehetett volna, ebben is benne volt az, hogy jól elkavarunk. Tanulni kell ebből, az helyén kezelni ezt a mai jó napot. Ha holnap tudunk menni, akkor remélem, hogy még gyorsabban fogunk tudni menni, és tényleg nagyon sokat tanultam az elmúlt pár napban újfent. Szalai Balázsék összetettben továbbra is a 9. helyen állnak, 3 óra 51 perc lemaradással az éllovas Nesser Alatiyah mögött. Előttük Keith Coolen áll, aki a világ egyik legismertebb szobafoglalási oldalának, a Booking.com-nak az egyik alapítója, és 2011-ig az elnöke is volt. Én nem a helyezésben gondolkodtam, hanem abban, hogy a Nesser-től 6 percet kaptunk ezen a gyorson, ami a kilométerre lehoztad, ez egy nagyon viszonylag kicsi különbség. Nyilván már nem sietett annyira, de azért akkor is mégiscsak ez egy jó érzés, hogy nem fél órát kaptunk rá, hanem 6 percet, de az elejétől is nagyon keveset kaptunk relatíve. Tehát bennünk van ez, csak kell a kilométer, kell a verseny, kell a tanulás. Még fiatalka vagyok, úgyhogy még van időm tanulni, remélem.